Orbán Viktor pontosan az, aki fölismeri azt, hogy ahhoz, hogy ő egy lehetőséggel egy adott helyzetben tudjon élni, mennyi mindent előre meg kellett csinálni. És mondjuk, hogyha nem a mai Orbán Viktort vesszük, hanem visszamegyünk mondjuk az egyetemista korszakára, hogy ő hogy jutott ki Oxfordba. Nyilván az egy szerencse volt, hogy Soros György. A Soros vagy Lipsi vezért szeretett volna belőle csinálni. De nyilván látta benne ő is a tehetséget. Ehhez neki be kellett verekednie magát először is a legjobb gimnáziumba, onnan be kellett jutni az egyetemre, és tudni kellett angolul. Amikor ezeket a kvalitásokat, ezeket a tényszerűen látható eredményeket elemezzük, méltatjuk, és azt mondjuk, hogy itt valóban egy szorgalmas, tehetséges emberről beszélünk, ha tetszik, ha nem, akkor ez nekik nettó segnyalás. Tehát ennyire nem értenek semmit a világból, és azért mondom, hogy ezért nem is, nincs is esélyük arra, hogy valaha is pozícióba kerüljenek, mert Orbán Viktor, ahogy te is mondtad, nem bűnbakot keresett, persze Gyurcsány Ferenc, ő nem bűnbak, ő bűnös, de azon kívül azért fel kell építeni egy alternatívát, és akik most ugye Orbán Viktoroznak teli pofával, nem építenek alternatívát, mert még azt sem értik, hogy hogyan kell jól politizálni, és nincs víziójuk, és pláne a melót nem teszik bele ezek a momentumos hülye gyerekek, mert elmennek kordont bontani, de a szisztematikus melót nem teszik bele. Igen. Jó, köszönöm, hogy meghívtál a műsorodba, és elmondhattam. Nagyon gyorsan az infók, hogy mi hamarabb el tudjátok kezdeni nézni a videót. Két hétig le voltam tiltva, végre most épp újra enged feltölteni a YouTube, de ki tudja meddig. Nagyon súlyos a helyzet, úgyhogy ha tutira szeretnétek velem kapcsolatban maradni, akkor gyorsan gyertek át a Rumble csatornámra. A YouTube-ra már amúgy is minden videóból csak a rövidített, cenzúra biztos változat kerül fel. Lent a leírásban megtaláljátok a közvetlen linket ennek a videónak a teljes vágatlan változatához és a Rumble csatornához is. Iratkozzatok fel, nincs cenzúra, a balos feljelentők hiába erőlködnek, lehet a valóságról beszélni, ez a mi közös csatornánk. www.rumble.com, de már nem csak weben tudod nézni, hanem az applikáció is elérhető. iPhone-ra simán az App Store-ból, Androidra pedig egy weboldalról tölthető le hivatalosan, ennek a linkjét is megtaláljátok lent a leírásban. És egy nagyon nagy köszönet mindenkinek, aki már vásárolt a Hobbista webshopban, ezzel is segítitek a munkánkat, hogy még több új videót tudjunk nektek készíteni, és bemutathassuk a valóságot a média agymosással szemben. Folyamatosan megújul a kínálat, jönnek az újabb termékek, pólók, bögrék, táskák, törölközök mellett hamarosan érkeznek az autóillatosítók is. Ha még nem jártál a webshopban, nézz körül, nekem most épp ez a kedvencem. Ezzel tudjuk kiválóan bosszantani a Lipsiket, www.hobbistawebshop.hu, és kezdődjön a videó. Folytatódik a politikai hobbista továbbra is Szamosi Timivel, Takács Áronnal, Ambrózi Áronnal és Varga Ádámmal. És mai vendégünkkel, majdnem Orbán Viktorral, de legalább és az Orbán Viktorról szóló nagyszerű könyv szerzőjével, Hidvégi Áron Arnolddal beszélgetünk. Szevasz és üdvözlünk ismételten. Sziasztok. A politikai hobbistában még, hát nem tudom, volt már vagy két éve a Pesti TV-n, amikor vendégünk voltál az eredeti könyvet kapcsán, Viktor, Orbán, egy underground, mint egy ilyen bűvész, tudod, egy előhúztam itt csak, hopp, mágikus, Louis Padre. Ne tagadj, ezt mindig van egy a kocsitban. Hát nem csak egy könyv, de még egy fotó is, persze, meg sok minden. Tudod, mint a szlávoknál ilyen kis ikonokat tesznek ki a buszra, nála ilyen kis Orbán Viktorok vannak. Tényleg. Na, szóval ezt hány évvel ezelőtt is írtad ezt a könyvet? 2019-ben. Igen. Akkor jelent meg, hát az jó pár év munka volt, mire megíródott. És ez egy ilyen abszolút spontán, saját, nem csak saját gondolatok, saját kiadás, tehát fogtad magad és írtál egy könyvet Orbán Viktorról, tulajdonképpen a magad szórakoztatására valahol, mert nem volt rá, senki nem rendelte meg tőled, semmilyen kiadóval nem szerződtél, tehát erre aztán nem lehet azt mondani, hogy bárki ezért megvásárolt volna téged, hogy írjál egy könyvet Orbán Viktorról. Azért fogják mondani. Nyilván, persze, hogy mondták, hát természetesen. Inkább az volt a szempont, azért én magam adtam ki, és így jelentettem meg, mert azt gondoltam, hogy így a leghitelesebb, hogyha nem mondják rá azt, hogy ezt előzetesen látta valaki. Világos. Vagy valamilyen
Igen. És pont ilyen is volt a könyv, tehát abszolút hiteles, spontán, nagyon sok mindenben méltott a Orbán Viktor teljesítményét, erőfeszítései, de érződik, hogy ez egy objektív, tehát hogy ezt tényleg nem rendelte meg senki. Annak idén sokat beszéltünk erről a könyvről abban a műsorban, ha valakinek van kedve, akkor szerintem még megtalálja. Nem, föltesszük a Rumble csatornára, a politikai hobbista Rumble csatornára, újként fel fogom tenni az eredeti beszélgetést is, hogy meg lehessen nézni. Na de, mint a Gabi Bohóc, ugye Ötvös Gábor, van másik! Hoppá, hoppá, itt az új verziója a könyvnek, és most már nem is ez a címe, hogy Viktor, ugye mint győztes, és Orbán, vagy Orr, hát itt én még egy ilyen Kierkegaard-i áthallást is hallok, de nem biztos, hogy, mert angolul egyébként az nem Orr, hanem either or, de magyarul vagy, szóval sok minden lehet, de most már egyszerűen az Orbáni észjárás címet kapta az új kiadás, nem 4 évente, hanem naponta ezzel az alcímmel, tartalmilag, hát kicsit vastagabb is. Kicsit nagyobb betűkkel lesz. Nagyobbak a betű. Mert tényleg, jobb, már a szemüveg nélkül is látom, ez így nagyon jó. Nehezen tudták elolvasni az első változatot. És ugye azért ezen a címen jelent meg, mert ugye ennek most már a Polgári Magyarországért Alapítványa kiadója, tehát ez a Fidesznek. Na mégiscsak megvettek! A párt alapítványa. És hát a Talai Gábor, aki ennek a könyvnek a második kiadásnak a szerkesztője, ő mondta, hogy tök jó a könyv, meg minden szuper, de hogy egy jobb cím kellene neki, és egy jobb borító. Mi változott? Hát az egyik, hogy például van benne egy köszönetnyilvánítás annak a néhány embernek a nevével, akik hozzájárultak ahhoz, hogy az olvasók megismerték az első változatot. És a köszönetnyilvánítás. Szene Attilának van benne egy előszava. Hosszú Katinka és Gyurta Dani írtak a hátsó borítóra egy ilyen arszpoetikát az ő sportolói filozófiáig. Igen, mert az egész könyv tulajdonképpen az edzést, ugye te egyébként személyi edző vagy, ugyan nem látszik így rajtad, hogy itt ülsz ebben az inkben a fotóban, de én tudom, hogy ki vagy gyúrva, mert néha felraksz az Instára olyan képeket, hogy ugye Orbán Viktor politikai teljesítményét, vagy azt, amit ő felépített, és ahonnan, ahová eljutott, azt te egy ilyen nagyon tudatos, nem body, hanem nem tudom, career building, de hogy egy ilyen abszolút végigviszel egy ilyen sport párhuzamot, hogy ő nagyon tudatosan, kitartóan, és nagyon szisztematikusan, konzekvensen, építette fel az ő... Van egy cél, hogy van egy terv, és mindig nehezít az ember az edzéseken. Ez egy nagyon fontos eleme az egésznek, hogy abból van a fejlődés, hogy az ember mindig egy picit rombol, és utána... És a test újraépíti magát. Történik egy építkezés. Ez baromi érdekes, az edző... Annyi különbséggel, hogy nálunk nem Orbán Viktor rombolt, hanem az elődje. Hú, de nem keveset, volt mit visszaépíteni, igen. Nagyon érdekes, én az edzőmmel pont erről beszélgettem a héten, mert megmondtam neki, hogy hát a hétvégén ugye kapáltam, meg ástam, meg gazoltam, és hogy az ugye mennyire izommunka igazából, tehát olyan izomlázam volt, hogy ugye egész nap. Tehát tényleg nem egy-két órás edzés, hanem egész napos, 12 óra. És akkor mondom meg, hogy lehet az, hogy mégis a vidéki gazdálkodó emberek, akik ezt napi szinten végzik, még sincsenek rommágyúrva, és mondja, hogy egyszerűen a test hozzászokik egy idő után, de ez akkor működik, hogyha mondjuk az ember köveket cipel egy építkezésen, vagy akár a mezőn, és mindig egyre nagyobb köveket. Tehát, hogyha mindig ugyanazt az egyébként nehéz követ viszed, akkor egy idő után a szervezet ettől már nem fog fejlődni. Tehát valóban mindig nehezíteni kell. Orbán Viktor is mindig nehezítette saját maga számára a pályát? Én azt gondolom, hogy mindig egyre nagyobb céljai vannak, és azért most, hogy említetted ezt a párhuzamot, azért a táplálkozásról se feledkezzünk el. Tehát az edzésnek azért az egy dolog, hogy az edzésen mi történik, de a fennmaradó 22 órában, ugye a regeneráció meg a táplálkozás, és szerintem például Orbán Viktornál az egy nagyon-nagyon kulcs elem, hogy ő folyamatosan tanul, hogy folyamatosan képzi magát, ugye ezt leírták róla, hogy minden nap van egy nap, amikor ő bezárkózik, Jóra, és mondjuk csak olvas, és csak könyveket, meg ismereteket dolgoz föl. Tehát, politikai hobbistát néz. Igen, tehát hogy ez egy nagyon összetett, inkább egy ilyen életfilozófia, vagy
mondhatnám úgy is, hogy egy vallásként lát ezt az egészet. Ehhez kell valamilyen adottság, hogy az ember ezt képes legyen végigcsinálni, vagy egész egyszerűen egy óriási elhatározással, és összpontosítással, és utána már tulajdonképpen ez egy ilyen önmagát erősítő spirál tud lenni, hogy mivel összpontosít, mivel rákoncentrál, mivel eltökélt, ezért aztán egyre könnyebben is marad benne ebben a rutinban, vagy tényleg kell valami fajta veleszületett képesség, hogy ennyire végig lehessen menni egy pályán. Tehát a sport az nyilván a fizikai adottságok azok számítanak, tehát az, hogy milyen a csontvázat, hogy milyenek az izomrostjainak az összetétele, tehát mindenkinek van valamilyen rátermettsége, hogy valamilyen sportágban jó tud lenni. Tehát aki nagyon magas, az mondjuk sikeresebb az úszásban, aki alacsony, vastagok a csontjai, az erős sportokban, tehát ez nyilván. De az egész az arról szól, hogy azért a tehetség mellett a munkának sokkal nagyobb a jelentősége. Az, hogy azokat a szisztematikus lépéseket az ember végigköveti. És tulajdonképpen az egész, nekem az volt a felismerésem a saját életemben, mert mondjuk én azért gyerekként annyira nem vittem túlzásba a sportot, hogyha az ember kap egy jó receptet, és van egy jó, végigköveti azokat a lépéseket, akkor azért az eredmények, hogy ugye most a politika világába visszatérjünk, rendszerszerűen tudnak jönni. És jó, de azért van egy óriási bizonytalansági faktor, ugye egyrészt a választás, a választók, meg hát a politikai környezet, a nemzetközi környezet, a gazdasági helyzet, amit nyilván egy hatalmi pozícióban levő politikus valamennyire tud befolyásolni, de azért sok szempontból nem. Tehát azért óriási benne a lutri. Igen. Még a sportban is van valami fajta lutri faktor, de ott talán azért kiszámítható. Tehát, hogyha valaki tényleg beleteszi az energiát, akkor lehet, hogy nem lesz olimpiai bajnok, mert pont aznap nincs szerencséje, vagy ez benne van a pakliban, de azért lesznek lehetőségei, hogy nagyon komoly eredményt elérjen. A politikában sokkal nagyobb a lutri faktor, nem? Én inkább úgy mondanám, hogy talán a labdarúgó párhuzam az azért szerintem egy jó példa a focistáknak a példája, mert ugye nyilván ahhoz, hogy a jó labdarúgóknak nagyon nagy a technikai tudása, rengeteget gyakorolnak. És adott esetben a meccsen, hogy ő kerül-e olyan helyzetbe, hogy gólt tud rúgni, az nyilván jelentős részben a szerencsén is múlik. De szerintem Orbán Viktor pontosan az, aki fölismeri azt, hogy ahhoz, hogy ő egy lehetőséggel egy adott helyzetben tudjon élni, mennyi mindent előre meg kellett csinálni. És mondjuk, hogyha nem a mai Orbán Viktort vesszük, hanem visszamegyünk mondjuk az egyetemista korszakára, hogy ő hogy jutott ki Oxfordba. Nyilván az egy szerencse volt, hogy Soros György. A Soros vagy Lipsi vezért szeretett volna belőle csinálni. De nyilván látta benne ő is a tehetséget. Ehhez neki be kellett verekednie magát először is a legjobb gimnáziumba, onnan be kellett jutni az egyetemre, és tudni kellett angolul. És ráadásul az egyetemen is a legjobb eredményt kellett elérje ahhoz, hogy egyáltalán szóba jöjjön az, hogy abból a néhány emberből akkor ki fogja megkapni azt az ösztöndíjat, és lehet, hogy szerencséje volt, hogy pont ő juthatott ki tanulni, de az a mérhetetlenül sok munka, amit előzetesen bele kellett tenni, és amikor azt a munkát ő beletette, akkor még nem látta azt, hogy ennek úgymond mi lesz az értelme, csak tudta, hogy készenlétben kell lenni. Ez a foci párhuzam azért is jó, vagy hogy behoztad a focit, mert ugye a magyar foci elmúlt, hát mondjuk 8 évben, amit kijutottunk először az EB-re, azóta tapasztalt, és most már mondhatjuk azt, hogy nyilván kisebb hullámok, mindig van benne hegyek, völgyek, de azért ez egy majdnem lineáris pálya, amit a magyar foci az elmúlt 8-10 évben produkál, hogy ott is akkor, és az sem titok, hogy Orbán Viktor ennek, hát ha nem is személyesen irányítója, de nagyon is előmozdítója és szívügye, de hogy pusztán azon, hogy szívügye és drukkol, és persze mindenki örül, hogy jó a magyar foci, de lehet, hogy tulajdonképpen ugyanazt a metodikát is alkalmazza, amit a saját politikai karrierjének az építésében. Bár azt használnák a futballisták, azt a metodikát. A futballisták az... Hát az a lineáris fejlődés az inkább ilyen volt, nagyon lapos az a görbe, kivéve a válogatott, ott eltért egymástól. A válogatottnak a működés ez a Marco Rossi zsenialitásán múlik. Hát jó, de Marco Rossi... A magyar futball struktúrális megújulásán. Vitatkoztok ezen? Nem, inkább csak az jut erről az eszembe, hogy tulajdonképpen a magyar értelmiségnek annak van egy alapvető hozzáállása, vagy egy ilyen világnézeti sajátossága, és ők azt mondják, hogy tulajdonképpen a tehetségnek
nagyon nagy jelentőséget tulajdonítanak. Hogyha valakinek megvan a tehetsége, úgy született, akkor van esélye arra, hogy mondjuk az adott területen sikerrel érvényesüljön. Ugye lényegében ez a magyar oktatásnak is egyébként szerintem a legnagyobb hibája vagy problémája, hogy ez egy tehetség szortírozó intézményként működik az iskola, tehát azt mondják, hogy te jó vagy matekból, akkor te már felejtsd el a magyart, hanem akkor te mondjuk az ELTE-re vagy a TTK-ra menjél valamilyen műszaki pályára, hogyha te azt tudod, hogy nem megy elsőre a matek, mert nem vagy ilyen gyorsan gondolkodó, akkor nem, ne is erőltessük, neked tök jó lesz a bölcsészkar. És azt mondják, hogy vagy ez van, vagy az van, a kettő együtt nyilván nem lehet, és az végképp nem lehet, hogyha valakinek elsőre nem ment a matematika, akkor a végén azt neki megtanítsuk, hogy ő tudja, hiszen ezt vagy van, vagy nincs. És szerintem az egész fő konfliktus szerintem az ellenzék és az ellenzék, vagy ők azt nem értik, vagy nem tudják elképzelni, hogyha egy országnak adott esetben nincsenek meg azok az erőforrásai, az idézőjelben tehetsége, amit ők elképzelnek, akkor nyilván az ország az esélytelen, hogy az élre tudjon. Gondolja törni. Azt az ellenzék, és merjünk kicsik lenni. Igen, és Orbán Viktor meg azt mondja, hogyha hiányzik a tehetség, vagy hogyha valamit az ember nem tud, akkor van rá egy metodika, hogy azt hogy lehet megtanulni, és egyszerűen a munkának olyan nagy a szerepe, és olyan nagy a súlya, hogy azzal gyakorlatilag felül lehet írni. És a fociban is akkor ez történt, hogy elsőre nem sikerült, akkor másodszorra. Igen, de ha nem, akkor harmadszorra, és addig. És addig próbáljuk, amíg nem fog menni. Igen. Ugye azért ebben lehet egyfajta öncélú fanatizmus egy idő után. Most nem ebben, nem, mondjuk nem a foci, meg nem Orbán Viktor, de akár ott is lehetne, hogyha valami tényleg nem megy, van egy pont, ahol azt mondjuk, hogy ezt most már ne erőltessük, mert ez zsákutca. Bős nagymarosi vízlépcső annak idején, migrációs kvóta. Fekete Győr András politikai pályafutása. Például nagyon. Fekete Győr András rollere, tehát ilyen dolgok. Ha tetszett a műsor, iratkozz fel a YouTube csatornámra itt mellettem, hogy a többiről sem maradj le. Köszi!